Többek között meghatározó emléktárgyak, mezek, serlegek, régi meccsfüzetek, belépők várják a foci iránt érdeklődőket a Vidi Múzeumban. Ez a közeg, amiben mi ott fogadunk, és ahol mi jól érezzük magunkat. A tárlatvezetések során olyan legendák, mint Csongrádi Ferenc, Szabó József, Borsányi István, vagy éppen Wittmann Géza állnak majd a szurkolók rendelkezésére. A jövőben számos programot is terveznek itt megrendezni, többek között csocsó és kommentátor bajnokságra, nyári táborokra is számíthatnak az érdeklődők. És kiemelten készülnek továbbá az 1984-es UEFA kupa menetelés megünneplésére. Átvesszük majd a stadiontúrák szervezését a látogatóközponttól, illetve közösen is fogjuk ezt menedzselni. A stadiontúrákban minden esetben hozzá beletartozik majd a múzeumi körbevezetés. A Fehérvár FC és az önkormányzat közötti együttműködés átalakulásával a város átvette a Vidi Múzeum üzemeltetését. Székesfehérvár polgármestere szerint ez kifejezett kérés is volt, hiszen a múzeum fontos város történeti emlékeket mutat be. Ez maga a Vidi, maga a Videoton, és szerintem nagyon jól illeszkedik abba a kulturális vonulatba, amit a város a gyűjtemények, a közösségek működtetésével, fenntartásával megkíván valósítani. A múzeum innentől állandó nyitvatartással 2-től szombatig látogatható lesz, ami azt is jelenti, hogy a múzeumban ezentúl jegyet és bérletet is válthatnak majd a szurkolók, akár a mérkőzések előtti órákban is, hiszen akkor is várják az érdeklődőket.